Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Folytassuk Istenünk magasztalását, és a 395. dicséretünket énekeljük, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mind örökké ugyanaz. Amen. Hallgassuk meg Istennek írott igéjét, úgy, ahogyan szól hozzánk Mózes harmadik könyvéből, a 23. fejezetből így. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ezek az Úr ünnepei, amelyeken szent összejövetelt kell egybehívnotok. Ezek az én ünnepeim.
6 napon át végezzétek munkátokat. De a 7. napon teljes nyugalom legyen szent összejövetellel. Semmiféle munkát ne végezzetek, az Úrtól rendelt pihenőnap legyen ez mindenütt, ahol laktok. Ezek az Úr ünnepnapjai, a szent összejövetelek, amelyeket megszabott idejükben egybe kell hívnotok. Amen. Feleljünk Istenünk megszólító szavára is, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te meg akarsz állítani bennünket. Sokszor meg akarsz állítani szép szóval, szelíden, sokszor a törvény szavával, és sokszor pedig úgy állítasz meg, amiből már mi is értünk, és aminek kénytelenek vagyunk engedelmeskedni. Így kérünk most is, hogy amikor megállunk, leülünk a televízió képernyői előtt, és keressük a Te akaratodat, akkor hadd tudjon elcsendesedni bennünk mindaz a háttérzaj, ami a világból beszűrődik a mi szívünkbe, lelkünkbe, és amely akadályoz bennünket abban, hogy rád figyeljünk. És hozzuk eléd, Urunk, ezt az egész világot, a járványhelyzet nyomorúságát, és Urunk, tudjuk, hogy nálad van a jövő kulcsa, és Te tudod, hogy mikor lesz ennek vége. Urunk, könyörülj rajtunk, és adj türelmet, hogy ki tudjuk várni a Te szabadításodat. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, ne tekints a mi bűneinkre, bocsáss meg a mi türelmetlenségünket, bocsáss meg a mi haragunkat, de megvalljuk Te előtted azt a fajta csalódottságot és kiüresedést, amit ezekben a napokban is érzünk, és kérjük, hogy a Te lelked töltse és gyógyítsa be a mi szívünket, hogy ne adjuk magunkat át az elkeseredésnek, a reménytelenségnek, a rezignáltságnak és a nem törődömségnek. Segítsünk, hogy tudjunk figyelni egymásra, és így kérünk, adj erőt a másikat számon tartó szeretethez. Mennyei Atyánk, Jézusért kérünk, hogy hallgass meg, és áld meg mindazokat az Isten tiszteleteket, ahol segítségül hívják a Te háromszor szent neved. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 155. énekünket. A 155. énekünknek egyetlen versét énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Hallgassátok az igét úgy, ahogyan szól hozzánk, Mózes második könyvéből a 20. fejezet, 8., 9. és 10. verséből, valamint a 11. versből. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Amen. Minden vasárnap Jézus Krisztus föltámadását ünneplő szent gyülekezet, amikor a mai világunkban az egyensúlyról beszélünk, akkor mindenki érzi, és mindenki tudja, hogy ez egy fontos fogalom, fontos az emberi élet szempontjából. A politikai közbeszédben is a fékek és ellensúlyok rendszeréről rengeteget beszéltek. És tudjuk, hogy az egyensúly minden területen fontos. Hiszen, hogyha egy kerék az autón nincs kiegyensúlyozva, akkor az elkezdi rázni az autót. Azután tudjuk azt is, hogyha a testünkben lévő anyagoknak az egyensúlya felborul, akkor bizony megbetegszünk. És erről az egyensúlyról szól Mózes törvénye és Mózes könyve, ami lényegileg egy olyan parancsolat, amely nem csak a szombatról, nem csak a nyugalom napjáról szól, hanem szól az ünnepeknek a rendjéről is. És miért is kell ez? Miért van az embernek szüksége arra, hogy időnként megálljon? És a válasz az ebben a szóban keresendő, hogy egyensúly. Ugyanis az embernek szüksége van, hogy egyensúly legyen a munka és a pihenés között. Nem egyenlőség, hogy ugyanannyit pihenjünk, amennyit dolgozunk, de egyensúlynak kell lenni. Egyensúlynak kell lenni a pénzért való küzdelemben, az emberi életében. Egyensúly kell a gyűjtés tekintetében. És így lehet megszabadulni az aggodalmaskodástól is, hogyha az ember életében ezek a dolgok a helyén vannak. Nagyon érdekes, hogy a mózesi törvényben nem csak az ünnepnapok voltak előírva, nem csak az, hogy minden héten egyszer azt olvassuk, hogy meg kellett állni, meg kellett emlékezni a nyugalom napjáról, és meg kellett szentelni azt, hanem még arról is olvasunk, hogy a földnek is kellett minden 7. évben békét hagyni. Mert az a mózesi törvényben fölolvastam most is, vagy törvényből most is fölolvastam, hogy a munkavégzés tilalma az nem csak az adott egyénre vonatkozik, hanem a gyermekeire is, a beosztottjaira, rabszolgáira is vonatkozik, sőt, még az állatokra is, és az átutazókra. Tehát fontos, hogy ezt lássuk, hogy bizony az egyensúly kérdése, az mennyire fontos az Isten számára. Hiszen a törvény, amit itt olvasunk, az nem elvenni akar tőlünk. Az nem megrövidíteni akar bennünket. Az nem rosszat akar nekünk, hanem a javunkat akarja. De milyen az ember? Sokszor gondolja azt, és ennek a parancsolatnak a kapcsán meg különösen, hogy jobban tudja ő ezt az Istennél.
És amikor megbomlik ez az egyensúly, akkor kezdődnek a bajok. Kezdődnek a bajok, hiszen amikor a munka tölti ki az ember életét, az ugyanúgy szét tudja rombolni a családot, mint az alkohol vagy a másfajta függőség. Amikor a pénz lesz mindeneknek a mérőeszköze, Istenné válik egy-egy ember és környezete életében, akkor látjuk ennek a szomorú valóságát a mindennapjainkban. Amikor a gyűjtésnek a kényszere mindent felülír, akkor nem csak szélsőséges eseteket látunk magunk előtt, amikor emberek bizonyos dolgokat teljesen észszerűtlenül felhalmoznak, sokszor még akár szemetet is és hulladékot is, hanem látjuk a mindennapjainkban is azt a fajta gyűjtögetést, hogy egy csomó olyan dolgunk van, amire valójában nincs is szükségünk. De mégis megvettük, bevásároltuk őket, és azután pedig csak szemétként tárolgatjuk. És látjuk azt is, hogy milyen az, amikor Isten meg akar szabadítani bennünket az angodalmaskodáskor, hozzá akar szoktatni ahhoz, hogy nem minden rajtunk múlik, és mégis, amikor le kellene állnunk, akkor szorongás van bennünk, hogy jaj, amit ma elvégezhettem volna, megcsinálhattam volna, kidolgozhattam volna, azzal rövidebb leszek, és azzal szegényebb leszek. Ezzel szemben ugye Isten azt mondja, hogy kell egyfajta egészséges ritmus. Nem csak az embernek, nem csak a rabszolgának, nem csak az állatnak, hanem mindennek. Ugye mi egy olyan világban élünk, ahol rengeteg gép vesz körül bennünket. Ez akkoriban nem így volt. Az egyik mérnök testvérem mondta, amikor gépekről beszélgettünk, hogy hát a dízzel motoroknak az volna a legtökéletesebb és leghosszabb idejű életben tartásának a módja, hogy egyszer elindítják őket, és addig mennek, míg felújításra nem szorulnak, és nem lenne leállítás, hanem folyamatos terhelés mellett folyamatosan mennének. És ez lehet, hogy a motorokra igaz, de az emberre, az állatra, a földre ezt nem lehet alkalmazni. Pedig a technika annyira maga alá gyűri már a képzeletünket, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy az ember is egy gép, az állat is egy gép, minden csak arra való, hogy használjuk, folyamatosan működtessük, és elveszik a ritmus. És akkor még nem beszéltem a kürzengés évéről, ami ugyancsak a szombatból következik, amikor minden 49. év után újra rendezték a társadalmi viszonyokat. Aki eladta a földjét, vagy az a család, aki eladta a földjét, azok visszakapták 49 év után, a kürzengés évében, az 50. évben visszakapták, és utána azt élvezhették újra. Aki pedig olyan szorult helyzetbe került, hogy az adósságai miatt eladta a gyerekét rabszolgának, vagy akár önmagát, akkor az újra szabad lehetett. És ez egy óriási átrendeződést hozott, hiszen a fölhalmozott mamut vagyonok elkezdtek olvadni, a tömegnyomor elkezdett enyhülni, és valami rendezés volt. És hogyha belegondolunk a 20. század történetében, akkor látjuk, hogy ezeket a periódusokat sokkal kegyetlenebb, igazságtalanabb és értelmetlenebb módszerekkel, de mégiscsak megcsinálták, és megvalósult a történelemben. Amikor csütörtökön ez napi ige volt a református bibliaolvasó kalauzban, és amikor az első hírek érkeztek arról, hogy megint szigorítás lesz, megint még nagyobb lesz a leállás, akkor sokféle érzés keringett az én szívembe is, és amikor ezt az igét elolvastam, akkor
eszembe jutott a zsidó népnek a babiloni fogsága. Amikor is a babiloni fogságba elhurcolt zsidóságnak azzal kellett szembesülnie, hogy semmi nem maradt a vallásos infrastruktúrából. Oda van a templom, lerombolták, nem lehet áldozatot bemutatni, hiszen nincs hely, ahol ezt bemutathatnák szabályosan. Minden oda lett. És akkor kezdték el értékelni a szombatot. Sőt, akadt olyan profétai magyarázat, ami azt mondta, hogy emberek, nem vettétek komolyan a pihenés napját. Nem vettétek komolyan azt, hogy azt meg kell szentelni. És akkor nézzétek meg, most Isten elhozta azt az időt, amikor meg kell állnatok. Megállhattatok volna jó szándékkal és jó szóra, Isten szava szelíden szólt hozzátok, ti nem tettétek. Na most itt van a fogság, és majd ez megállít benneteket. Megállítja a föld kizsarolásának, az állandó művelésének a kényszerét, hiszen a föld, amelyet műveltetek olyan intenzíven, és sokszor a 7 éves szombatévet is kihagytátok, amikor nem lett volna szabad fölszántani a földet, nem lett volna szabad bevetni, csak éppen azt kellett volna learatni, amit a föld magától termett. Ti ezt nem tettétek, és most nézzétek, ezt mindent elvettek tőletek, és most itt vagytok egy idegen földön, ahol a föld pihen tőletek, és nektek pedig egyetlen egy lehetőségetek van, hogy a szombatot megüljétek, hogy emlékezzetek arra, hogy ki is a ti szabadító istenetek. Karanténhelyzet fokozódásában valami hasonlót érzek, és jutott eszembe nekem is. Egy kicsit így vagyunk. Egyre inkább meg kell állnunk. Egyre több mindent nem tehetünk meg. Egyre szigorúbbak a szabályok, és egyre jobban unjuk ezt az egészet. De talán, hogyha mi is rá tudunk tekinteni arra, az üzenetre, amit Isten az ő igéjében, az ő törvényében mond, hogy addig álljunk meg, addig szenteljük meg a nyugalom napját, amíg erre lehetőségünk van, amíg ezt Isten szépen mondja és adja nekünk, akkor éljünk vele. Mert igen, eljöhetnek azok az idők, amikor a templomokat bezárják a járványhelyzet miatt. Eljöhetnek azok az idők, amikor nem lesz hirdetett ige, nem lesz közösség. És akkor az ember eszébe jut, hogy vajon amikor lehetett, akkor mennyire vettem komolyan, mennyire éltem azzal a lehetőséggel, hogy Isten házába megálljak, hogy Isten népével közösségbe lehessek. És mennyiszer hangzott a kifogás. Ó, imádkozni én a természetbe is tudok. Az én imádságot bárhol meghallgatja az Isten. És alapvetően ez egy igaz állítás. Hogy bárhol elmondhattuk, és bárhol elmondhatjuk a magunkét az Istennek. De Isten mikor mondhatja el a magáét nekünk? Hagyunk-e időt? Hagyunk-e alkalmat arra, hogy Isten is beszéljen a mi szívünkkel, a mi lelkünkkel? Mert hogy most ilyen időket élünk, amikor Isten beszélni akar velünk. Beszélni arról, hogy nem csak megállni kell tudni, hanem tudni kell megszentelni azt az időt, amikor ő megállít bennünket. És ez adhat értelmet ezeknek a napoknak, hogy ne csak pihenjünk, hanem szenteljük meg. Szenteljük meg imádsággal, igeolvasással, igére figyeléssel, és gondoljunk arra, hogy az élet legtöbb területén ahhoz, hogy javuljon a minőség, ahhoz csökkenteni kell a mennyiséget. Egy szőlészborász ismerősöm mondta, amikor kérdeztem, hogy mitől különlegesek azok a borok,
amelyek különlegesek, és mitől kommersz a másik, akkor elmondta, hogy hát ez nagyon korán elkezdődik a szőlő művelésében, mert attól függ, hogy hogy metszik meg a szőlőt. És hogyha úgy metszik meg, hogy csak kevés gyümölcsöt tud teremni, és keveset adhat a szőlőtőke, akkor az a kevés, az olyan beltartalommal és olyan minőséggel fog bírni, amit csak ezen az úton lehet elérni. Mert tudna az többet teremni, és van, aki úgy is metszi, hogy minél nagyobb legyen a mennyiség. De akkor a beltartalom, a minőség, az egyre csak csökken. És bizony, ezt kell nekünk is látni életünknek ebben az időszakában. Mennyiséget is, és minőséget is egyszerre nem lehet. Valamiből engednünk kell. Engedjünk a mennyiségből, hogy lehessen minőség az életünkben. Isten erre tanít a nyugalom napjával, az ünnepekkel, a megállásokkal, és talán erre tanít most is, ezekben a napokban bennünket. Mert hogyha megszenteljük a vele, neki adott és vele töltött időt, akkor megtapasztaljuk azt, hogy ezen áldás van, és Isten még a rosszból is tud jót kihozni. Ezért imádkozzunk. Imádságra készülve énekeljük a 246. dicséretünket. A 246. dicséretünknek énekeljük a harmadik versét. A harmadik vers így kezdődik. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Te egyensúlyt akarsz a mi életünkben, így a munkában is, a gyűjtésben is, és tanítani akarsz, hogy merjünk rád hagyatkozni, merjük elhinni azt, hogy amikor mi nem dolgozunk, amikor nem tehetünk, de akkor is munkálkodsz ebben a világban, az emberi szívekben, és bennünk is. Urunk, megvalljuk, hogy a korszellem mennyiségi szemlélete oly sokszor bennünket is megszédített, és mi is elhittük, hogy akkor lesz jobb, ha mindenből több lesz. Urunk, köszönjük, hogy Te megállítasz. Köszönjük, hogy nagy kérdések elé állítasz sokakat, és Urunk, segíts, hogy meg tudjunk tanulni, szűkölködni is, meg tudjunk tanulni csökkenő életszínvonal mellett is bízni Te benned, és minőségi, neked tetsző életet tudjunk élni. Urunk, így kérünk, hogy vezess a mindennapjainkban, és bocsáss meg, amikor mi akarjuk diktálni a tempót, az ütemet neked, és könyörülj rajtunk, hogy a te ritmusodban
tudjunk beleilleszkedni. Áldunk, Urunk, a lehetőségért, hogy rendelt napja van annak, amikor együtt is Te előtted megállhatunk, a Te ügyeddel foglalkozhatunk, és engedhetjük azt is, hogy Te is foglalkozz a mi szívünkkel. Segíts, Urunk, hogy tudjuk mások szabadságát is előmozdítani. Segíts, Urunk, hogy másokat se kényszerítsünk nyugalomnapi munkára, a saját kényelmünk érdekében, hanem ott, hogy őket is a magunk lehetőségei között tudjuk szabaddá tenni. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, így kérünk, hogy áldásoddal maradj a Te népeddel, őrizd meg annak egységét, és könyörgünk, Urunk, adj bölcsességet a vezetőknek, gyógyulást a betegeknek, világos látást és jó döntéseket az orvosoknak, ápolóknak. Mindenható Istenünk, így kérünk, ne hagyj el bennünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. E helyről is szeretném megköszönni a testvéreknek a számon tartó szeretetet, amivel egymás felé fordulnak, amikor telefonhívással keresik a másik testvért, és érdeklődnek lelki és testi állapotuk felől. Isten adjon erőt ehhez a szolgálathoz, és így kívánok minnyájunknak lelki békességet és kitartást ezekben az időkben. Most pedig áldásvételre készülve a már megkezdett 395. dicséretünket énekeljük. A 395. dicséretünknek énekeljük a harmadik versét, amely így kezdődik: nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy Te vagy. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége maradjon mi velünk. Amen.